Bejelentés: tavasszal újraindul az állattartó telepek korszerűsítésére kiírt program. Korszerűsítés: felújították a búzatéri piaszcsarnok energetikai rendszerét. Elismerés: restaurátorok kapták idén az Erdés Sándor díjat. Újraindul jövő tavasszal az állattartó telepek fejlesztése, több mint 100 milliárd forint keretösszeggel tervez új pályázatokat kiírni az Agrárminisztérium. Ezt mondta kérdésünkre Nagy István miniszter Balkányban. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Balkányban immár harmadik alkalommal rendezték meg a Szent András napi disznóvágást és pálinka mustrát. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak, akik gabonát ajánlottak fel a Magyarok Kenyere kezdeményezéshez. Az adományokat Kárpátaljára szállítják ki a szervezők. Sertés húsból készült a húsleves szombat délelőtt Balkányban. Aki azonban nem várta meg a hagyományosan ebédre készülő ételt, tepertővel, szalonnával, hagymásvérrel már előtte könnyen jól lakhatott bármelyik sátorban. Finomságokból és pálinkából, ennél fogva jókedvből sem volt hiány a harmadik alkalommal megrendezett Szent András napi disznóvágáson. Az eseményt összekötötték a Magyarok Kenyere adományozó program vármegyei záró ünnepségével. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a gazdáknak minden esetben kötelességük elsőként segítséget nyújtaniuk a bajba jutottaknak. Ez a közömbösségnek véget kellene vetni, és ez a mi szlogenünk, hogy így nevezem, nagyon jó arra, hogy a 15 millió magyar éljen, ez nem csak itt a Kárpát-medencében, ha összefog, és a összefogásnak nagy jeleit mutattuk itt a 21-es évben is, illetve a 22-es aszályos évben is, amikor erre szükség volt. Én azt gondolom, hogy a gazdák példát mutathatnának az egész ország előtt, hogy az összefogás eredményeket tud hozni. A Magyarok Kenyere programban idén emelkedett az adományozók száma, a jobb termésnek köszönhetően pedig dupla annyi liszt jut el a rászoruló családoknak, mint a tavalyi évben. Ezek az adományok elsősorban a kárpátaljai honfitársaink számára szinte életmentő hatással bírnak, abban az értelemben, hogy szinte egész évben el tudjuk őket látni liszttel a kenyérsütéshez. Ezen túlmenően természetesen itt az anyaországon belül is a rászoruló családoknak, különböző intézményeknek, amelyek elsősorban karitatív tevékenység kapcsán tudnak segíteni. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, komoly identitás megőrző jelentősége van a Szent András napi rendezvénynek. Mindenféleképpen jó, hogy ezt átörökítjük nemzedékről nemzedékre. Jószerűen falusi disznóvágások megszűntek, de ezek a fesztiválok maradtak számunkra, hogy ilyen módon is átörökítsük ezt a hagyományt, és a fiatalabbak is találkozhassanak ezzel. Simó Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, a nyírségben nagyon erős hagyománya és közösségi jelentősége van a disznóvágásnak, ezért is fontos, hogy a rendezvény megálmodóinak köszönhetően ez még sokáig a felszínen maradhat a vármegyében. Az édesapám még levágták a disznót, még szalmával perzseltük annak idején. Nyilván a férfiak pálinkát, itt a fogópálinkát, a gyerekeknek pedig jutott egy kis füle vagy farka. A fiatalok már erre nem emlékeznek, és ezt a hagyományt vállalta fel, hagyományőrzést vállalta fel az Egyesület. A Szent András napi disznóvágáson részt vett Nagy István agrárminiszter is. A tárcavezető a hagyományápolás mellett beszélt arról is, hogy idén kiváló volt a hazai sertésállomány, az állattartók pedig 2024-ben is jelentős támogatásokra számíthatnak. Jövő tavasszal újra lehet pályázni az állattenyésztő telepek korszerűsítésére, több 100 milliárd forint fog rendelkezésre állni ahhoz, hogy akár a sertéstenyésztők is megújítsák telepeiket, hiszen ahhoz, ha versenyképesek akarnak lenni, ha élő munkaerőt akarnak spórolni, ha jobb takarmányozási rendszert akarnak, ha jobb energetikai rendszert akarnak, ha az állategészségű nívóját akarják emelni a telepnek, az állat jóléti színvonalát akarják emelni a telepeknek, akkor rendelkezésre állnak ezek a források. A Balkányban rendezett Szent András napi disznóvágáson és pálinka mustrán a vármegye különböző értékeit is bemutatták.
A rendezvény szombaton kora reggeltől egészen késő délutánig tartott a városban. Komfortosabb körülmények várják a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok vásárlóit a jövőben. A működtető Nyírvévé korszerűsítette az épület energetikai rendszerét, felújították mind a fűtési, mind a hűtési hálózatot. A beruházás 8,5 millió forintba került. A búzatéri piac nem csak a napi élelem beszerzésére teremt lehetőséget, hanem teret ad a találkozásoknak is. Ezen a héten már érezhetően kellemesebb meleg fogadja majd a vásárlókat, és kedvezőbb árakkal kell számolniuk az üzletek, standok bérlőinek is. A tavalyi évben az üzemeltető és az árusok közösen hozták meg a döntést a tekintetben, hogy az elszabadult energiaárak idején ne legyen fűtés az épületben. A piaszcsarnok meglévő fűtési rendszerét, ami ugye az épülettel együtt egy körülbelül 40 éves technikáról beszélünk, ennek a korszerűsítésébe kezdtünk bele. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a tavaly az energiaválság idején az a döntés született itt a piaszcsarnokban közösen a bérlőkkel, hogy tavaly nem fűtöttünk egyáltalán. Ja, a piaszcsarnoknak egy távhőközpontú fűtési rendszere van, és a távhőköltségek rendkívül megemelkedtek a tavaly évben. Ez marhára megijesztett mindenkit, és a bérlők tavaly közös döntésével egyáltalán nem volt fűtés. Na most ez ugye az épület állag megóvása érdekében egy nagyon veszélyes döntés volt az elfagyás veszély miatt, úgyhogy már akkor elterveztük azt a fejlesztést, hogy egy alternatív fűtési lehetőséget tudjunk kialakítani a piaszcsarnokon belül, illetve a meglévő távhőalapú fűtési rendszert egy korszerűbb vezérelt technikával tudjuk működtetni. A munkálatok során a légfüggöny és a hőcserélők gazdaságos üzemeltetésének megvalósítása a téli hónapokra, továbbá a nyári időszakra a helyiség fűtése és páramentesítése is rendeződik a most felszerelt klímaberendezések használatával. Távhőrendszer mellett egy split klímás hűtő-fűtő rendszerrel lesz kiegészítve a piaszcsarnoknak a fűtési rendszere, ami kettő együtt kommunikálva tud majd egy temperálást a csarnokon belül, ami kifejezetten arról szól, hogy nem a üzleteknek a fűtési köréről beszélünk, hanem a közös tereknek a fűtéséről, és a közös terekből lesz megfűtve ezáltal a piaszcsarnok minden helyisége. Célunk az, és arra törekedtünk ezzel a változtatással, hogy a most már megnyugodott energiaárak mellett, de még mindig magas árak mellett a bérlőknek a közüzemi költségeit nyilván tompítani tudjuk, mert még mindig relatíven magas az üzemi költség. Emellett az állagmegóvás, az épület állagmegóvása. Hát természetesen az ide látogató komfortérzete az mindenképp fontos. Kovalec Róbert elmondta azt is, hogy az itt árura bocsátott termékek frissessége is nagyban függ attól, hogy megfelelően temperált-e az adott épület. A fejlesztő munkálatok még az idei évben befejeződnek. Több mint 700 millió forintra pályázhattak a Szatmári Síkság Líder Egyesület térségéhez tartozó önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások az elmúlt években. Most zárul az előző támogatási időszak, amelyet a társulás vezetője sikertörténetként jellemzett. A zárással egy időben már előkészítették a következő ciklus kiírásait, amelyek jövőre jelenhetnek meg. Egyesületi tagok, valamint sikeresen pályázó civil szervezetek és vállalkozások képviselői számára tartotta meg záró fórumát a Szatmári Síkság Líder Egyesület Kocsordon. Az eseményen a 2014-től 2020-ig tartó fejlesztési ciklus eredményeit értékelték. Kovács Lajos, a térség több mint 20 települését magában foglaló szervezet elnöke az eseményen azt mondta, a LEADER programnak köszönhetően összesen 778 millió forintot fordíthattak fejlesztésre, eszközbeszerzésre, rendezvényszervezésre a pályázók. Az egyesülettel úgy gondoltuk, hogy tekintsünk vissza, nézzük át ennek a fejlesztési ciklusnak az eredményeit, tanuljunk a jó gyakorlatból és javítsunk a hibákon, és ennek kapcsán szervezünk most egy olyan nagyszabású rendezvényt, ahol nem csak a LEADER Egyesület tagjait hívtuk meg, hanem meghívást kaptak azok is, akik a fejlesztési ciklusban pályázatot nyújtottak be, és sikeresen valósítottak meg projekteket.
Azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, hiszen az elmúlt időszakban közel 700 millió forintnyi forrást sikerült kipályáztatni, és ezt a 700 millió forrást fel is használták a pályázat kedvezményezettjei. A fórumon elhangzott rendkívül vegyes volt a kép abban a tekintetben, hogy az egyes szektorok milyen célokra pályáztak. A vállalkozások jellemzően eszközbeszerzésre, kisebb infrastruktúrális telephelyfejlesztésekre pályáztak, az önkormányzatok teljesen vegyes fejlesztéseket. Mindet nem tudnám felsorolni, hiszen számtalan pályázat, ez több száz pályázatról beszélünk. Az önkormányzatok nagyon sok helyen rendezvényeket bonyolítottak le, illetve ott is eszközbeszerzés, illetve a civilek jellemzően ők is programokat finanszíroztak és eszközöket. Kicsit átfedések vannak a célok között. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt azoknak a civileknek, különösen, akik egyébként nem nagyon férnek hozzá más forráshoz. A fejlesztésekre való pályázás pedig jövő évtől folytatódhat, tette hozzá Kovács Lajos. 2024-től ugyanis új fejlesztési ciklus kezdődik a programon belül. A szatmári térség önkormányzatai, vállalkozói és civiljei pedig nyugodt szívvel várhatják a pályázatok meghirdetését, miután a bíráló bizottság már el is fogadta az Egyesület vidékfejlesztési stratégiáját. Évente több ezer tárgyi emlék restaurálását, állagmegóvását végzi a József András Múzeum restaurátor csoportja. A szakemberek idén a Sóstói Múzeumfalu által alapított Erdés Sándor díjat vehették át munkásságukért. Az elismeréseket a Skanzen Pálinka házában rendezett ünnepségen adták át. 2020-ban alapította a Sóstói Múzeumfalu első igazgatójának emlékére az Erdés Sándor díjat. Az elismerést azóta minden évben annak ítélik, aki az intézmény érdekében kiemelkedő szakmai munkát végez, motiválja a közösséget. Az alapítás óta Bodnár Zsuzsanna, Radkó Lujza és Kosztyú Brigitta vehetett át Erdész Sándor díjat. Idén rendhagyó módon nem egy ember kapta meg az emlékplakettet. Az Erdés Sándor díjban mindig nehéz az, hogy ki legyenek a jelöltek, de idén valahogy nagyon könnyen ment a jelölés. Mindig az évben szakmailag is, és azt gondolom a közösség által is elfogadott díjazottakat tudjuk méltatni. A József András Múzeum restaurátor csoportját jelölték, és azt gondolom az, hogy egyhangulag megszavazta a szakmai plénum, ez sokat jelent. Ők azok, akik segítik a munkánkat, akár kiállítják, rendezéséről van szó, és dolgozzák a kezünk alá a műtárgyakat, hogy olyan állapotba kerüljenek, hogy kiállításban ne valljunk szégyen, és bizony fontos ez, hogy mindemellett segítenek a gyűjtőutakban is, állományvédelmi tanácsadást folytatnak, idén többször is volt rá mód és lehetőség, és természetesen a rendezvényeinken, akár a táborainknak is aktív résztvevői. A József András Múzeum restaurátorai évek, évtizedek óta közösen dolgoznak az intézmények tárgyi emlékeinek megőrzésével. Az éves beszámolókon mindig le kell adni egy számot, több ezer tárgynak a restaurálásáról, vagy állagmegóvásáról beszélünk minden évben, mert ugye nem csak a tagintézményeink, tehát a Kállai Gyűjtemény, illetve természetesen a Múzeumfalunak a tárgyi emlékeit restauráljuk, vagy ápoljuk, hanem a József András Múzeumot is. Úgyhogy tényleg több ezer tárgyról beszélhetünk. A díjátadón az idei év eredményeiről, legfontosabb rendezvényeiről is szóltak. Idén először decemberben hangulatos programra várják a látogatókat. December 16-án falusi karácsonyt is rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban. Aki oda fog érkezni, egy tartalmas délutánon vehet részt, betlehemezés és kántálás is lesz óránként. Délutáni alkalom lesz egészen sötétedésig, és jó néhány parasztházunk különleges pompájába fogja megmutatni magát. Nagyon készülünk, először próbálkozunk meg ilyennel, hogy karácsonyba földíszítsük a falut, és úgy vezessük végig a vendégeket, illetve karácsonyi programok közül is a falusi valóban elcsendesedő, de kreatív programot szeretnénk megvalósítani. A karácsonyi hagyományok felelevenítésén túl tradicionális ételeket is kóstolhatnak majd a látogatók. Baleset történt hétfőn délelőtt a 4-es főúton Újfehértó és Hajdú hatház között. A hajdúvidi lehajtó környékén egy személyautós az árokba hajtott. A sofőr megsérült, őt kórházba szállították. A helyszínelés idejére nagy torlódás alakult ki, mert a rendőrség forgalomkorlátozást vezetett be.
Megszerezte harmadik bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NBA 14. fordulójában az MTK Budapestet fogadta, és 3-1-re verte ellenfelét. A forduló további eredményei a következők: Paks DVTK 4-1, Zalaegerszeg DVSC 1-2, Mezőkövesd Újpest 4-0, Puskás Akadémia Ferencváros 1-1 és Fehérvár FC Kecskemét 3-3. A tabella élén a 28 pontos Paks áll, megelőzve a 26 pontos Ferencvárost. A 10 pontos Kisvárda a 12. helyen várja a 4. Debrecen szombati vendégjátékát. Az olimpiai bajnok vízilabdázó Faragó Tamás és a világbajnok asztali teniszező Jónyer István volt a vendége a Példaképek közelről őszi rendezvényének. Az AquaEse által szervezett eseményen a nyíregyházi Kossuth és Kodák diákjai hallgathatták meg a két korábbi sportoló élménybeszámolóját. A 70-es évek hazai sport életének két rendkívül népszerű és rendkívül eredményes szereplője látogatott el Nyíregyházára, hogy a sportág választásról, a célokról, a motivációról és a sikerhez vezető útról meséljen az érdeklődő fiataloknak. Az olimpiai, világ és Európa bajnok korábbi vízilabdázó, a nemzet sportolója Faragó Tamás a sporton túli tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. Valójában a Magyar Halhatatlanok Egyesületének a meghívására vagyunk itt. Igazából ez a nemzettudat, sikeresség, a sport iránti szeretet, ezt, amit próbálunk a fiatalok felé közvetíteni, és hát természetesen úgy gondoljuk, hogy ez kötelességünk is. Remélem, hogy amiről beszélünk, esetleg valami megmarad, és tanulság is lesz belőle. A négyszeres világ és négyszeres Európa-bajnok Jónyer István szerint akár a sportolást, akár a tanulást helyezi valaki előtérbe, fontos, hogy teljes odaadással csinálja. A nemzet sportolója a hasonló rendezvényeken saját példáján keresztül igyekszik inspirálni a fiatalokat. Fiatalságot pedig megpróbáljuk felszólítani felkiáltó jellel, hogy igenis kezdjék el a sportot, az életben nagyon sokat tudnak ebből profitálni, az életben is, tehát hogy bármit választanak, akár a tanulást, akár a sportot, vagy bármi más szakmát, az csak alázattal és nagyon nagy odafigyeléssel lehet megoldani. Az AquaEse 5 évvel ezelőtt indított el a Példaképek közelről rendezvénysorozatot. Az egyesület elnöke szerint a kezdeményezés maximálisan elérte a célját. Rettenetesen motiváló, nem tudok mást mondani szavakkal kifejezve, csak azt, hogy óriási élmény a gyerekek, illetve felnőttek részére, hogy ilyen halhatatlan sportolókkal tudnak találkozni. Dr. Faragó Tamás amúgy is közelebb áll a sportága miatt, mint olimpiai bajnok vízilabdázó az Aquasport Egyesülethez, de mivel megtaláltuk azt a vonalat a Pazonyi György kollégánk olimpia kutató személyében, hogy együttműködve, együtt szervezve ezt a programot más sportágok felé is nyitunk, ezért mindig próbálunk olyan sportágakból is olyan halhatatlanokat ide csábítani, akik megfelelően tudják motiválni, illetve képviselni a saját sportágukat, meg a gyerekeket egy olyan szintre felhozni, akár mentálisan ebbe a rövid idő alatt, míg előadást tartanak, hogy legyen egy példakép előttük. A Példaképek közelről következő rendezvényét tavasszal tartják, azonban még az idén is lesz egy neves vendége az egyesületnek. Nagy Viktor, világbajnok vízilabda kapus, ugyanis a nyíregyházi sportuszodában mutatja be december 4-én a pályafutásáról készült könyvet. Vasárnap délelőtt egy napkori futóversenyen rosszul lett és elhunyt Horányi Zsuzsa. A korábbi ifjúsági válogatott atléta élete volt a futás, teljesítette a világ leghíresebb maratonjait és rengeteget tett a futás népszerűsítéséért. Horányi Zsuzsában egykori kollégánkat gyászoljuk, aki a 90-es években a Kelet-Magyarország munkatársa volt. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Újraindul jövő tavasszal az állattartó telepek fejlesztése, több mint 100 milliárd forint keretösszeggel tervez új pályázatokat kiírni az Agrárminisztérium. Ezt mondta kérdésünkre Nagy István miniszter Balkányban. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Szent András napi disznóvágást és pálinka mustrát. Az eseményen elismeréseket adtak át azoknak, akik gabonát ajánlottak fel a Magyarok kenyere kezdeményezéshez. Az adományokat Kárpát aljára szállítják ki a szervezők. Komfortosabb körülmények várják a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnok vásárlóit a jövőben. A működtető Nyírvévé korszerűsítette az épület energetikai rendszerét, felújították mind a fűtési, mind a hűtési hálózatot. A beruházás 8,5 millió forintba került. Évente több ezer tárgyi emlék restaurálását, állagmegóvását végzi a József András Múzeum restaurátor csoportja. A szakemberek idén a Sóstói Múzeum falu által alapított Erdés Sándor díjat vehették át munkásságukért. Az elismeréseket a Skanzen Pálinka házában rendezett ünnepségen adták át. November 27-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra legközelebb holnap este. Várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka borult lesz az ég, az előrejelzések szerint akár hó is eshet, de eső a hajnali órákban szinte biztosan várható. A hőmérséklet 0 és 3 fok között alakul. Kedden napközben marad a borult esős idő, a hőmérséklet 3 és 5 fok között várható. A hét további részében borult és napos időszakok váltják egymást, esőre, havazásra egyaránt kell számítani.